Csak nem 200 tanuló jár a napkori Jósika Miklós általános iskolába. Az intézmény diákjai között többen vannak olyanok, akik valamilyen mentális zavarral vagy tanulási nehézséggel küzdenek. Ezeket a problémákat igyekszik enyhíteni az Okos Kocka eszközcsalád, amely játékosan fejleszti az olvasást, az írást és a számolást megalapozó képességeket. Ebből a rendszerből kapott most 20 darabot a napkori iskola egy Európai Uniós pályázat keretében. A fejlesztő játékokkal a napokban ismerkedhettek meg behatóbban a pedagógusok. Ezt a pályázatot a Nyíregyházi Tankereti Központ készítette. Ebben kaptunk nagyon sok eszközt, nagyon sok mindennel bővült az intézményünk, és ennek a projektnek most a lezárásaként ez egy ilyen projektzáró esemény lesz, ahol az Okos Kocka fejlesztő családot fogja nekünk bemutatni majd maga a fejlesztő, dr. Keremel Lajos. Ez az eszköz nagyon hasznos arra, hogy a tanulókat sok-sok játékkal fejlesz-e, és ezzel a sok játékkal elérjük azt, hogy a gyerekeknek az a képessége fejlődik, amivel a tanulást itt az iskolában jobban meg tudják oldani, és eredményesebbek lesznek. Feliratoztuk egyébként a fogalmakat, ez azért van, mert az első osztályos gyerekek, akik tanulnak olvasni, azok nem baj, ha látják a szavak leírt képét, mert a vizuális memória egyébként nagyon fontos. Az Okoskocka családot magyar pszichológusok, logopédusok, tehetségszakértők és fejlesztő pedagógusok alkották meg. A komplex rendszer 7 termék kategóriát tartalmaz, melyek az egyes mentális funkciók fejlesztését szolgálják a 3 és 10 év közötti gyermekeknél. Gyakorlatilag 30 év alatt kísérleteztük ki kollégáimmal, annak az igénynek a felmérésével, illetve teljesítésével, hogy a iskolába érkező gyerekek sajnos több alapozó funkció terén elmaradást mutatnak, ezért az írás, számolás, olvasás készségek nem úgy fejlődnek. Mindemellett persze nem csak ezekről a képességekről van szó, hanem minden olyan képességről, amely a kommunikációban, a szocializációban nagyon-nagyon fontos, és így az egész személyiségre ható fejlesztést próbáljuk elérni. Az Okos Kockát a napkori iskolában elsősorban délutáni foglalkozásokon, az első és második osztályosoknál ugyanakkor a tanterv szerinti órákon is alkalmazni fogják.